Olyan szép volt a nyár, olyan szép volt a tél, a tavasz illatát, az ősz hangulatát szép emlékként törzöm én. Nem volt vagyonunk, de boldogok voltunk, nem vágytunk semmire tán. Ébredés után a poros utca várt, és szálltunk, mint a kis madár. A kicsiny falom utcáin, ha végig megyek én, úgy köszön sok jó barát, hogy üdvözöl velég. Minden házba beléphetek, mert otthon vagyok, szülőházam udvarában egy jót mulathatok. Mert senki nem vár haza úgy, mint az én anyám, senki nem vár haza úgy, mint az én apám. A testvéreim átölelnek, s velem örülnek, mert boldog vagyok én, és szép az életem. Egy szép család, minden örömét, bánatát mi együtt mulattuk, együtt sirattuk, mindig féltettük egymást. Hogy mit hoz még a sors, még ma sem tudom, én nem tudom, mi vár reál. De boldogabb a szív, bennem boldogabb a vágy, mert otthon mindig várnak rám. A kicsiny falom utcáin, ha végig megyek én, úgy köszön sok jó barát, hogy üdvözöl velég. Minden házba beléphetek, mert otthon vagyok, szülőházam udvarában jót mulathatok. Mert senki nem vár haza úgy, mint az én anyám, senki nem vár haza úgy, mint az én apám. A testvéreim átölelnek, s velem örülnek, mert boldog vagyok én, és szép az életem. A kicsiny falom utcáim, ha végig megyek én, úgy köszön sok jó barát, hogy üdvözöl velég. Minden házba beléphetek, mert otthon vagyok, szülőházam udvarában egy jót mulathatok. Mert senki nem vár haza úgy, mint az én anyám, senki nem vár haza úgy, mint az én apám. A testvéreim átölelnek, s velem örülnek, mert boldog vagyok én, és szép az életem. Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ahogy önök már megszokhatták, egy kellemes baráti beszélgetéssel és fantasztikus muzsikákkal szeretnénk önöket szórakoztatni. A dalamokon át mai vendége Várkonyi András, azaz az ország Vili bácsia. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örültem, hogy jöhettem. Embernek nincs annyi teendője, mint neked, ahogy hallom. Forgatás, szinkronizálás. Szinte nagyon nehéz tőled egy órát ellopni. Hát valahogy ilyen ez a szakma mostanában, és az ember örülhet neki, hogyha bekerül ebbe a darálóba, úgy tetszik, mert hát ez egy ilyen szakma, ott kell lenni, jelen kell lenni, és az ember
ameddig bírja, addig csinálja. Egyébként az az első észrevételem, hogy Vili bácsi idősebb nálad. Hát ez természetes, idősebbet játszom a koromnál, és hát ugye egy színésznek, ha egy figurát játszik, akkor ruhában, mentalitásban, viselkedésben utána kell ennek menni. Úgyhogy én megpróbálom, és hát erről gondoskodik a stylist is, meg a szövegek is hasonlóak. Hát ez összetartozik. Székesfehérváron születtél, ahogy ha jól olvastam, illetve az egy kellemes mondatrész volt, hogy fiatalabb korod van, bárzongoristaként dolgoztál. Ez mennyire vállalható, követhető dolog? Abszolút vállalható, hát ez beleillik az én igen legendás életrajzomba. A Kaposvári Színház után döntöttünk úgy egy ottani zenész fiúval, hogy elmenjünk a Balatonra egy szezont, ilyen májustól szeptemberig zenélni, és én zongoráztam, először szólóztam, és ő dobolt mellé, majd amikor már kellő hangulat támadt, akkor elővette a hegedűt, és én pedig őt kísértem, úgyhogy hihetetlen pénzeket kerestünk, amit még aznap este el is tapsoltunk a egyéb bárokban, ahova tovább mentünk. Hát fiatalok voltunk, és szerettük az életet. Meddig tartott ez az időszak? Ez május elejétől szeptember végéig, nem tudom most hogy van, de akkor az üdülési szezon így nézett ki, és leszerződtettek bennünket, vagy öt üdülőbe is repülgettünk egyikből a másikba. Egy kicsit kiöregedett triciklin szállítottuk a szerelést egyik üdülőből a másikba. Egyik helyen táncest volt, a másikon ismerkedési, a harmadikon búcsóest, és így rotációban dolgozgattunk, imádtak bennünket, mert szerettünk zenélni. És volt neve is a formációnak? Nem, erre nem gondoltunk. Kicsit gyakorolgattunk napközben, amikor fölébredtünk, a Balaton partján laktunk egy kis faházban, és roppant regényes életet éltünk ott. Mi volt a repertoár? Hát a 60-as évek slágerei. Emlékszem, az egyik a Full az elsárgult leve, az akkoriban jött ki, és nem volt ott még se lemez, és volt egy Wurlitzer a Balatonboglári presszóban, és onnan háromszor meghallgattam, és már este játszottam is, úgyhogy ez is kuriózum volt, hogy egyszer le lehetett koppintani a Wurlitzerről a számokat. És voltál már abban az étteremben, ahol játszottál? Visszamentél valamikor oda? Mert én úgy gondolom, hogy az a tulajdonos, aki már lehet, hogy még mindig ugyanaz, vagy már nem ugyanaz, milyen büszke lehet, hogy nála muzsikáltál így zenész kifejezéssel? Nagyon nagy változások történtek a világban is, és az országban is azóta. Tehát ezek az úgynevezett szakszervezeti üdülők, ezek teljesen megszűntek. Úgyhogy valószínű, hogy az akkori vezető az már talán valahol villamost vezet Pesten, vagy rokkant nyugdíjas, vagy nem tudom mi. De ennek nincs folytatása. Ez a korszak lezárult. Nehéz a szatyor, hideg a tél, családod ég nincs, az asszony már nem nyúz, a rizlit fejbe zúz. Maradt a haver, a hosszú lépés blues. Repett a pohár, csinált a bor, savanyú hangulatban álltok és a smúz. Tarhán a bendek úr. Vagy fehér, itt egyre megy, ütelbe piálni nem lehet. Őszik a fekete, ma meg a remete, kivétel nincs. Kemény a csapos, kevés a pénz, szerencse ördöge a játékképhez húz. Azért, hogy fél karúz. Ma itt a gyerő, a hosszú lép és a duba, kemény a szó, Kelenföld restében örvény és a grúz, piás a kalauz.
füstbe a hosszú lépés blues. Halukba a kaját, kerül a lő, azért te jól tudod, hogy rég elmúltál húsz. Örökös kína csúsz. Halálig kisé a hosszú lépés blues. Ne hidd, hogy nehéz az egyszer egy, vörös vagy fehér, itt egyre megy. Hűtelbe piálni nem lehet, viszik a fekete, van meg a remede, kivétel nincs. Halálig kísér a hosszú lépés blues. Ma itt a haver, a hosszú lépés blues. A haver, a hosszú lépés. Akkor ezek szerint azért éreztem úgy, hogy nem is olyan nagy meglepetés nekem az, hogy énekelsz, illetve bordalokkal mész a színpadra. De gondolom, hogy a nézők nagy része is utána olvastak, úgyhogy nem egy nagy meglepetés lesz, és ráadásul működik. Mert amikor fölmész a színpadra, ugye nem lehet elvonatkoztatni a Vili bácsitól, aki nagyon sok szituációba részt vett, illetve látjuk, de még énekelni, mulatni, szórakoztatni még nem láttuk. Hát kétségtelen, hogy a 15 év alatt talán egy-két ilyen mulatós jelenet volt a sorozatban, De azért ezzel a Bor kóstoló című lemezemmel is úgy voltam, hogy nagyon sokféle mindent szerettem volna bemutatni, és ez a hagyományos bordaltól azért eltér minden szám. Egy kicsit egy furcsa vertikumot jár be. A borról szól ugyan, de hát nem ez az ijájó barátom típusú commerce gondolatkörben véltem ezt megcsinálni, hanem inkább ugye az egyik számnak a címe a másnap, a másiké a, nem tudom én, a szüret, tehát ami körbejárja a bort, és hát minden számot egy más műfajban, zenei műfajban is szerettem volna megoldani. És te álmodtad meg ezt a koncepciót? Így van, úgyhogy nem minden zeneszerző örült neki, hogy megjelentem egy szöveggel, általában ez fordítva szokott lenni, de nagyon a segítségemre volt mindenki, és hát a zeneszerzők azért jobbára ismert emberek, nem tudom, mondhatom-e őket, hogy persze, sőt. Szomor Gyuri több számot is írt nekem, ugye most mutatták be a darabját a Bátori Erzsébetet, akkor a 100 fok Celsiusból ketten is írtak nekem, a Litva Imre meg az Orbán Józsi is, akkor a Bolba Tamás írt egy számot, akkor az egyik színész kollégám, ha úgy tetszik, a Bartusz Attila, aki most éppen szinkront rendez, tehát ő is mindenféle foglalkozik, kiváló zenész, ő is írt nekem vagy két vagy három számot, és a Tróza is van rajta, úgyhogy én bizony ezt évekig terveztem, és hajtottam, és próbáltam, és hát nagyon nehéz munka volt. Igen, hát az lett volna a kérdésem, illetve azt is kérdezem, hogy miért most kell így színpadra vinni? Vagy most lehet, most van rá idő, vagy most jött el a lelkileg az ide annak, hogy esetleg énekelj a színpadon? Énekelni azelőtt is énekeltem paródiákat, kuplékat, sőt, ha elmegyek föllépni, valahova hívnak, akkor azokból is néha egy-egy számot, tehát nem csak a borkóstolóról szól a fellépésem. Tehát maga az éneklés, ugye az a színész... A pályám kezdete óta velem van a zene egyfolytában. De így, hogy már lemezes előadó vagy, azért most talán egy picivel mással. Hát azóta már jöttek, hogy írjam meg a folytatását, meg hogy a Pálinkáról csináljak egy másik lemez. Miért pont az alkohol? Hát igen, egy kicsit lehet, hogy a figurám a sorozatban is errefelé tendál, erre emlékeztet. De ez az, hogy a bornak most van egyfajta újjászületése, kezdik újra felfedezni, és valóban a kultúrált borfogyasztás is egy fontos dolog. Én ismerem a borokat, magam is
foglalkozom egyszerű módon, és nem nagy tételekben bor készítéssel. Tehát én úgy érzem, hogy ez hozzám tartozik, nekem fontos. Van egy kis birtokod, ahol szőlőt termelsz, illetve szüretelsz? Így tudom elképzelni azt, hogy egy borgyártásban részt veszel? Igen, hát Pilisvörösváron van egy házam, és ott van egy 100 tő szőlőm, ami jó esetben terem egy pár vödörrel, rossz esetben pedig hát vásárolni kell hozzá. Általában rossz eset van, nem valami jó a föld, de ott tagja vagyok az ottani gazdakörnek, vagy nem is tudom. Összejárogatunk, megkóstoljuk egymás borát, véleményt mondunk, ha valami baj van a borral, akkor segítséget kérünk egymástól, megtárgyaljuk. Szóval van ennek egy ilyen helyi kultúrája is. Egyszer nyertem is valami díjat a borommal, úgyhogy... Indultál versenyen, borversenyen? Igen, ezen a helyi borversenyen indultam, és nyertem azt hiszem ezüstérmet az egyik borommal, és arra roppant büszke. Azt le is palackoztam, úgyhogy még talán van belőle. Úgyhogy nagyon-nagyon az életem részét képezi. Zajt, ne üss, kicsi lány, édes üss, amit én szavalok, az hogy tiszta dolog. Nézd csak rám, ilyen férfi babám, de hogy Istenem citromfán. Ilyen férfiak roppant ritkák, vagy esetleg ilyen több nincs, aki tudja eszik nyelvű élettitkát, megbecsülendő kincs. Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad, Istenem, milyen nehéz! Zajt, ne üss, möziő, édes üs, amit válaszolok, az is cifra dolog. Lány van száz, aki véret cicáz, de azért ne csak egyen játsz. Valahogy nehogy elfeledjed a szemeddel s a szíveddel, kikeresni közülük éppen azt az egyet, azt, aki néked kell. Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad, Istenem, milyen nehéz! Mennyire fogadja el a közönség a bordalokat tőled, illetve ezt a más, talán egy picit bulizósabb, hangulatosabb színpadi munkát? Mindig meglepődnek, tehát még oda megyek, Vili bácsi énekel, hogy van ez. És akkor hát mindig ezt a meglepetést én azért örömmel veszem, és adom. És mindig utána nagyon jók a vízhangok, úgyhogy itt a Győrbe léptem föl egy nyár végén. Oda jött egy hölgy, hogy hát hol őrizte előlünk ezt a gyönyörű hangot, hát azért ez túlzás nyilván, de jól esett, hogy egy pozitív visszajelzés kaptam. És hát én azt hiszem, hogy ahogy mi éneklünk színészek, az nem ugyanolyan nyilván, mint az énekesek. Több is, kevesebb is. Tehát nyilván egy színész több figurát is tesz bele egy dalba, tehát nem csak magát az éneket hallgatják, hanem valami többet próbál az ember beletenni,
életvitelből, figurából. Az énekes az egy más műfaj. Ő inkább arra figyel, hogy egy C-t honnan képez, hogy fölé, alá. Úgyhogy más szakma is, ettől aztán más is ez. Érdekes, mert hát az életed nagy részét tévé előtt, illetve színpadon élted, és mégis volt egy mondatod, még amikor nem indultak el a kamerák, hogy milyen izgalomban voltál, hogy egyik dalodat el fogod énekelni, vagy elénekeled, és hogy sikerül. Tudsz még izgulni? Hát hogyne, főleg, hogyha az ember bemutatót tart, ha úgy tetszik, mert a Borrapszódi az egy annyira nehéz dal, hogy nehezen szántam rá magam, hogy megcsináljam. Notabene talán a legjobb dal a lemezen, és mindenki biztatott, hogy csináljam és adjam elő. Mindig féltem tőle, mert azért nagyon sokat lépek föl szabadtéren. És a szabadtéren azért a mélyebb tartalmú dalok, számok kevésbé élnek meg, ez a prózára is vonatkozik. Tehát ott inkább a gyorsan fogyasztható sörös korsóval a kézben jönnek a nézők, megnézik, meghallgatják, mennek tovább. Nem lehet különösebben elmélyülésre szoktatni, vagy kényszeríteni őket, de művelődési házakban többször megpróbáltam volna. Hát ahogy az ember a forgatás mellett a színpaddal, most már színpaddal is újra foglalkozom, erre majd még rátérek, de én az éneklést is egy picit olyan színpadi dolognak szeretném tartani. Igen, és az, hogy ennyi év után is tudsz izgulni, ez kicsit nekem olyan kedvesnek tűnik. Jól esik, mert nyilván aki izgul, az megpróbálja a maximumot hozni, illetve megtisztelni a közönséget, és ebből volt részem látni. És hát pontosan erről van szó, szóval nem lehet kisújból kirázni. Hát egy jó kis társulattal dolgozom együtt, a belvárosi Kabaré Színház, vagy nem is tudom, a Fogiék Színháza, és nagyon jó társulattal vagyok együtt, a Harsányi Gabi, Straub Dezső, Csala Zsuzsa, Böröndi Tomi, tehát igazán jó nevekkel. És hát ugyanúgy izgultunk, ugyanúgy kerestük a megoldásokat, amikor bemutattunk most egy francia bohózatot, azt is visszük mindenfelé, és ugyanúgy idegesek voltunk, a megoldásokat kerestük egymással, kerestük a kapcsolatokat a színpadon. Most már bent vagy 10 előadás, most már kicsit már szemtelenebbek vagyunk, már jobban megy a dolog, de igenis minden számot újra ki kell dolgozni, és az egy óriási dolog, mikor az ember először találkozik a közönséggel. Az egy nagy megmérettetés. Közelebb látlak, már
sose gondolj arra, hogy én szerettelek. Sose gondolj arra, hogy én szerettelek. Nehezebb vagy könnyebb az, hogy ismerik Vili bácsit? Ismerik Várkonyi Andrást, nap mint nap látjuk az életedet szinte, amit egy képernyőn keresztül élsz meg. Mennyire volt, vagyis mennyire nehéz az, hogy most énekesként látnak a színpadon? Vagy megkönnyíti esetleg a dolgodat? Igazság szerint egy kis visszatérés a pódiumhoz, tehát ugye a sorozat az olyan, hogy annak nincs visszajelzése. Illetve hát van visszajelzése, mert látom az emberek arcán, hogy felismernek, hogy mosolyognak, hogy köszönnek, de az a fajta visszajelzés, amit az ember a színpadon tapasztal, az más. Az közvetlen, az mindjárt jön. Tehát ha rossz vagyok, vagy nem találom hangot a közönséggel, akkor a rossz érzés is megérkezik, följön, az ember kellemetlenül érzi magát. Ha valami bejön és hosszabb a taps, mint szokott lenni, akkor az jól esik. Tehát azonnali visszajelzések, feedbackek, ha úgy tetszik, vannak. És ez más, mint a tévé. Hát a tévé az egy kamera, ami veszi, vagy több kamera, ami veszi az ember mozdulatait, de azt még után összevágják, azért az már nem ugyanaz, mint amikor fölvették. Eléggé lázadóbb stílusba öntötte ezeket a bordalokat. A blúzos hangvitel az kimondottan, hát talán mondjam azt, hogy akkor egy kicsit felcsillan az arcod, és blúzossá változol. Uh-huh. Keményebb a hangszerelés, nem az a letisztultabb, akár egy bosszanóval, vagy egy lassúbb líraidal, bele a közepébe. Igen, hát én a beat nemzedéknek a tagja vagyok, tehát mi azért keményen lázadoztunk a 60-as években, úgy tetszik, a nagy generációnak az egyik letéteményese vagyok, és hát azért ez nem múlik el teljesen a korral sem. Nyilván az ember egy picit megnyugszik, ha családot alapít, ha egy kicsit pógárosabban él, de azért a nagy szenvedélyek, azért a lázadó gondolatok, azok nem múlnak el nyomtalanul, és az ember állandó igazságkeresése sem, és akkor azok úgy ilyen rockos, meg blúzos számoknál az ember ezeket a hangsúlyokat rá tudja tenni. És mit érzel, amikor elmész egy fesztivál színpadra? Gondolom, hogy folyamatosan járod az országot a lemezeddel, akkor kit várnak az emberek? Vili bácsit várják, vagy tudják azt, hogy Várkonyi András most egy hatalmas bulit csinál itt a színpadon? Hát persze, hogy a Vili bácsit várják, hát nyilván az ismertség, az azért tegyük hozzá, hogy bármit tesz az ember a színpadon, ott mégiscsak 400-500, 300-700 ember előtt játszik, és ha kijön a színházból, akkor általában megismerik, de már 5 sarokkal odébb nem olyan biztos. Ez pedig egy óriási erő és egy óriási trambulin egy színész számára. És ez egy szerencsé, hogyha valaki mondjuk filmszínészként vagy tévészínészként másra is képes, mert egyáltalán nem biztos. Tehát nagyon sok kollégám van, aki a műtermen kívül nem tud más csinálni. Ez nem, hogy is mondjam, ettől ő nem kevesebb, csak hát van, aki például szinkronizálni sem tud. Nagyon jó színész, de ezt a részét nem tudja a szakmának. Úgyhogy ez nekem egy plusz, és nekem nagy segítség volt az előadó művészi karrieremben, hogy egy ilyen ismertséget kaptam, és az ember ezzel megpróbál élni. Szeles már a határ, ha én arra járok, elkerülnek engem se a csinos lányok. Egy van, aki mégis velem járni képes, mert nagyobb a cellent, mint egy egész vénes. Édes galambommal kimentünk a híthoz, vesebabot ettem, érzem, hogy már kínosz. Mikor jön már erre egy jó hangos?
gyors traktor, de babám nem menekülsz meg a kemény szaktól. Ha erre jársz, bableveset kínálunk, üdös jó hangulatot csinálunk. Sejja minden ajtó, csak ki kitárunk, nem robbannak be a gyertyák, mi nálunk. De jó, hogy éppen meghúzták a harangot, el is engedtem én gyorsan egy galambot. De szépen visszhangzik a szeles határba, elsárgul egy egész kukorica tábla. Gyere babám gyorsan a kis ujjam meghúzni, leesel a székről, olyat fogok húzni. De olyan hirtelen akartam megnyomni, hogy viheted a gatyám a patakhoz kimosni. Ha erre jársz, bableveset kínálunk, üdös jó hangulatot csinálunk. Sejja minden ajtó, csak ki kitárunk, nem robbannak be a gyertyát, mi nálunk. Gyakran járunk ketten a kocsmába, a bálba, a hangos zene alatt recsegtetünk korba a szájba. Ma fokhagymás kolbászt sütöttem ki zsírba, nyissatok ablakot, vagy szállhattok a sírba. Megkérem a kezed az apától végül, de addig visszatartom, az arcom már kékül. Jó barottyban együtt soha meg nem indulunk, sej boldogan élünk, amíg ki nem fingunk. Ha látnád kívülről magad, akkor, mert az volt az én véleményem, illetve a nézőkkel együtt összeraktam a képet, amikor jöttél hozzánk és elénekelted a bordalaidat, azonnal zenésszé válsz, változol, és ami még hozzátett, az az, hogy a közönség énekelte veled a dalaidat. Ezen annyira megdöbbentem tulajdonképpen, mert hol juthattak hozzá. Tehát nyilván volt egy-két fesztivál, ahol felléptem, és ott készültek ilyen-olyan... De láttad, hogy, vagy is hallottad, hogy énekelték veled? Majdnem leálltam, úgy megdöbbentem ezen, mert azért... Nem azért gyakoroltattuk velük be. Gondolom, mert csak a legnagyobbaktól látja az ember. Ugye a Robbie Williams koncerten láttam, amikor Németországban fellépett, hogy még meg se szólalt, és a közönség már énekelte a dalokat. Mondom, milyen jó lehet ez egy ilyen hatalmas, nagy formátumú előadónak, hogy ráadásul Németországban angolul éneklik a számait. És erre egy hét múlva idejövök, és az én kis magyar számaimat énekli ez a kis közönség. Meghatódtam szabályosan, ez nagyon-nagyon nagy reveláció volt, nem gondoltam volna, de ez csuda dolog. Csuda dolog. Nyilván tetszik is akkor egy kicsit. Meddig szeretnél eljutni, akár az egész, bárhova mész, az ország bármelyik részére? Az neked egy nagyon nagy elismerés, illetve egy igazi sok lenne, egy ilyen pozitív sok, hogy mindenhol énekeljék a dalaidat. Ahova engem hívnak, oda én elmegyek. Ezt a Latabár mondta annak idején, hogy ahol én vagyok, ott a színház. Tehát tulajdonképpen az embernek ilyen módon meg kell becsülni bármilyen közösséget, ahova őt megtisztelik azzal, hogy elhívják. Tehát én mindenütt ugyanazt a minőséget próbálom előállítani. Nyilván vannak objektív feltételek, kevésbé jó mikrofon erősítés, mit tudom én. De amit az ember képes magából kihozni, azt kutya kötelessége ki is hozni, mert ennyivel tartozik a közönségnek. És mik a legújabb zenei terveid, akár nagy koncert, vagy zenekarral színpadra menni, színpadra vinni a bordalokat? Hát igazság szerint én benne lennék nagy koncertben is, meg turnéban is, de hát ez menedzser kérdése, tehát ez kell egy olyan szervező, vagy szervező iroda, vagy egy olyan valaki, aki erre rááll. Nem is túl jók a feltételek manapság, eléggé pénzszűkében van az ország, és különösen a kultúrára nem nagyon jut pénz.
De ha valaki ezt fölvállalja, vagy valaki ezt menedzseli, akkor én partner vagyok rá, mert egyrészt tehát vannak újabb terveim, és másrészt meg ugye azért mégiscsak ez egy komplett lemez, tehát elég sok anyagot tartalmaz ahhoz, hogy meg lehessen ezt csinálni. Te tartod kezedben a produkciót? Mármint a bordalos produkciódat? Hát gyakorlatilag igen, hát itt nincs semmiféle szerződésem senkivel. Tehát ha hívnak, fölhívnak, leülünk, megbeszéljük, és akkor elmegyek, megcsinálom. Tehát nincs semmiféle exkluzivitás, ahogy tetszik. Ez nagyon jó. Egyébként azt gondoltam, hogy egy nagy tím körbevesz, és hát mindenféle idődet ide raknak egyet, oda raknak egyet, és hát magát a produkciót is ők kezelik. Van, aki így dolgozik, ez egy kicsit meg is drágítja, mert tulajdonképpen még el kell tartani egy irodát vagy egy embert, ami hát nem könnyíti a dolgokat. Viszont az is igaz, hogy tárgyalni tudnak. Nélkülem nem szeretek én se pénzről beszélni, se itt tudom én egyeztetni muszáj, mert ugye a szinkronnal kénytelen vagyok minden nap többször is, hogy ne üsse egymást. Most elég nehéz, mert a forgatás, meg ha egy kicsit elcsúszik, akkor ugye kénytelen vagyok elkésni valahonnan, és az ember azt a képzetet keltheti, hogy megbízhatatlan. Holott hát ez egy ilyen szakma. Ahol az ivó és a pohár szélen lepattan, ahol nem egy nagy ücsa, egy-két vendég bekattan, ahol kopott fotó vágyat osztrak, megúlt istenek. Jól gondold meg, mersze bort kérni kisgyerek, ahol a biliárdnál az agyon használt posztó szétszakadt, ahol a rexben is már néhány golyó bent ragadt, ahol a játékgépnek minden olcsó trükkjét ismered. Jól gondold meg, persze bort kérni kisgyerek, pedig a villány olyan jó, hengyekben járok olyankor, talán a szexáti keményebb, falura válnak a remények. Vörösbe jó a soproni, nem a bolti, hanem az otthoni. Bikának vére meg egerből, hét deci kijön az ezerből. Bort innék, nem ám fröccsöket idézve, derékősöket, borban az élet, zsit vagyon a véred. Kocsmában ne bor kérj, kocsmában ne bor kérj, ahol élet veszély rendelni egy jó kis boldogot, ahol nyitás után fél órával egyen boldogok, ahol a keszekkel tömbbe van a hátsó kis terem. Jól gondold meg, mersze bort kérni kisgyerek, pedig a villányi olyan jó, mennyegybe járok olyankor, talán szexádi keményebb, valóra válnak a remények. Vörösbe jó a soproni, nem a bóti, hanem az otthoni. Pikának vére meg egerből, hét deci kijön az ezerből. Bort innék, nem ám fröccsöket idézve, derékősöket, borban az élet, zsit vagyon a vére. Kocsmában ne bor kérj, kocsmában ne bor kérj. Mi lesz az életed nagy állomása következő, vagy lesz egy igazán nagy durranás valami mostanában? Hát van egy tervem, egy játékfilm írása, és talán, hát ha nem is rendezése, de egy picit a menedzselése, az folyamatban van. Természetesen rengeteg kudarc és újrakezdés mellett, ezt úgy jó lenne egyszer megcsinálni. Van egy csodálatos unokám, aki most fél éves, és hát szeretném megérni, hogy ő érdemben tudja vele beszélgetni, már hogy akkora legyen, hogy tényleg tudja, hogy én vagyok a nagyapja, és hogy én ki vagyok, milyen vagyok, az nagyon fontos számomra. És hát még kicsit utazgatni, hát ha megengedik a körülmények, az anyagi és egyéb körülmények, meg hát az egészségem. Az nagyon fontos. Szoktál énekelni az unokádnak? Mert úgy látom, egy picit dajkálod, és akkor ugye egy-két... Hát szoktam, ha hogy... nem is bordalokat, de... Úgy hülyeskedni szoktam neki, de hát ő még nem nagyon ismer föl engem, alig várom már, mondom, ezt az időszakot.
biztos rengeteget fogok vele játszani, meg foglalkozni vele, úgyhogy az nagyon jó lesz, de hát az az igazság, hogy egy ilyen aktív embernek, mint én, tulajdonképpen az ilyenfajta kikapcsolódásra egyelőre nem igen van lehetősége, és nekem se, úgyhogy egy-egy hétvége, ha éppen nem lépek föl, nem játszom színházban, vagy nem megyek az önálló műsorommal, akkor azért elugrunk hozzá, meg hát a fiam is sokat dolgozik, majd eljön annak is az ideje. Én nagyon sok boldogságot, erőt, még több sikert kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Neked adtam minden percet, vele együtt minden kincsem. Ez a szív csak hidd el, téged szeret. Kedves nézőink, műsorunk sajnos véget ért. Ha önök jól érezték magukat, akkor tartsanak velünk jövő héten is. Mindenkinek egy nagy-nagy ölelés, a viszontlátásra. A jó és rossz perceket, dallamokon átfut az életünk, hogy jók legyünk, mindent megteszünk.